Szép eredményeket értek el a rozgonyos diákok a Matalent 5-ön. Az online matematikai tehetség azonosító mérésen 43 tanuló vett részt az évelején. Köztük volt olyan is, aki magasan a legtehetségesebbek közé, a legjobbak 1%-ába is bekerült. A tehetségígéretek kiválasztására szolgáló program során a negyedik évfolyamosok nem egyszerű tesztkérdéseket kaptak, hanem olyan matematikai problémákat, melyek megoldásában interaktív médiumok, mint például rendezhető grafikonok és táblázatok álltak a rendelkezésükre. Az intézmény első alkalommal vett részt az Oktatási Hivatal és a Nemzeti Tehetségprogram országos mérésében. Nánainé Kozári Erika a Híradónak elmondta, a sikeres szereplés a diákok, a tanárok és a szülők együttes munkájának köszönhető. Gyermekeink azok nagyon szépen szerepeltek, úgyhogy ez nagy örömmel, boldogsággal töltött el bennünket. A 43 gyermek közül átütő tehetség fejlődésű tanuló egy. Ez az országos szintben a felső 1%-ban van bent ez a tanulónk, akkor három negyedik osztályos diákunk a felső 6%-ban van bent, kiemelkedő tehetségfejlődésű tanulókról van szó, és 15 gyermekünk pedig a felső 25%-ban teljesített, tehát ők tehetségígéretek.